Sziasztok! Ma egy unboxinggal készültem, a Hama HS260 unboxing videójával. Ez, mint látjátok, egy fejhallgató, multimédia headset. 3,5 mm-es jackdugó van hozzá, ugye megszokottam. Ez egy kisebb árkategóriás fejhallgató, mikrofonnal, a másik tönkrement, így rögtönözni kellett. Beszerzési hely az MediaMart. 2300-400 forintért lehet venni, nézzük mit ír a hátoldalán, a videóban nem nagyon látszik, rosszak a fények. Divatos overheat fejhallgatók órák hosszatartó játszáshoz és élő beszélgetéshez. Egyoldalas kábelvezető, az összehurkolódás nélkül kényelmes, hordozhatóság, kábel, na mindegy. Megláttam, egész jónak tűnt. Akkor bontsuk is ki. Na, egy hosszadalmas kicsomagolás után ezt kapjuk így. Egy kábel rengeteg, két jack dugó, a fejhallgató, ugye a hangszóró része és a mikrofoné, és itt van maga a fejhallgató. Azért választottam ezt, mert nekem a fejhallgató mindig itt jönnek szét ezen a részén. És ennek, nem tudom mennyire látszik, fémből van. Nem ilyen műanyagból, ezért bízom benne, hogy nem fog egy hamar szétjönni. És itt szokott a végén kijönni ilyen, hát én nem tudom, háromszög alakú lekerekített része. És ott szokott elszakadni belőle a kábel, mert mindig kijön kábel, vezeték. Maga a hangminőség, hát nem tudom. Engem az nagyon nem érdekel, úgyis leginkább a mikrofont fogom használni. Az volt jelen esetben a lényegesebb dolog. Na, akkor ezt mondjuk is szét. Jól össze van gobózva. Nem tudom, hogy milyen hosszú kábel van hozzá. Ahogy leszettük a csomagot, mindjárt. Nem tudom milyen hosszú, szerintem már van a végén. Na, itt is van. Hát egy... elég hosszú, ami nem minden esetben rossz. Itt ugye a kis elválasztó, hogy kettőbe menjen. Itt van, mindjárt is nézem. Hama, egy kis cuckomból, ami le fog jönni. Két jack dugó, itt egy kis állítgató, hangerő. A plusz, a minusz. Na, kicsit akad. Nem olyan könnyű állítgatni. Na se baj. És itt van maga a fejhallgató. Hoppa, júj, de jó ez te. Na most veszem észre, hogy nem akármilyen ez, vagyis nem úgy van, hogy csak így hajtogatod, hanem van belül ilyen kattogó cuckombó, és így akkor beállítod, és úgy marad, és nem fog rászatod a fejedet, dőlönghetsz, ha lelőnek csébe, és nem fog lejönni. Jól van, ez igazán tetszik. Na akkor, oda megyek a géphez, bekötöm, és akkor kipróbáljuk a hangzását. Na, itt is van. Hát, mit nem mondjak, rohadt jól szól. Eszméletlenül királyul szól. Fú, hangerő van. Ez a kis szar, rohadt jól szól. Bár egy kicsit nagyon ilyen, hogy is mondjam, amikor felrakta a fejemre, ilyen gyenge. Mert nagyon lehet így oldalra mozgatni a kettőt, vagyis abban vigyázni kell, el ne törjön valahol. Mert eléggé, mint látjátok, ilyen... hát nem is, nem túl jó. Ott alul, erre is kell kicsit vigyázni, ott nehogy szétjöjjön. Ott ahol mutatom, csak közben nehéz fogni a telefont, ott. Hangzása az elég jó. A mikrofont, azt is kipróbáltam. Hát... egész jól szól, ahhoz képest, hogy 2300 forintért vettem, így ideiglenesen tökéletes. Hogyha hirtelen kell füles, ha gyors, tönkre megy, vagy valami, akkor ezt ajánlom nektek. Még zene hallgatása azért ez elég idegesítő, hogy kicsi, vagyis ez így méretre igazán kicsi, és a fületekre nem fogja felvenni a formáját, vagy nem tudom, vagyis nem lesz túl kényelmes, de nem baj nekem, és arra kell. Mint halljátok, elég jó. Itt van a régi fülesem. Ez egy... jó volt... Speed... így van, ez valamilyen Speedlink.
ez, hát nem is tudom, mikrofonja vagy hangszórója nagyon hamar tönkrement, szar volt, ott is jött szét, ott meg már teljesen szét is jött, megpróbáltam megbuerálni, de hát nem jött össze. Ezt nem is ajánlom senkinek, ez egy szar. Na, akkor ennyi lett volna a videó, köszönöm a figyelmet, sziasztok!